Köszönjük szépen a tapsokat, amiből nekünk soha nem elég, sőt, többnyire ezért tett minket. Tapsot szeretnék nagyon sokat és nagyon hangosat. A tapshoz, még ha mellékelnétek egy kis tök mindegy mi az, csak hangos legyen, mondjuk háromra. Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen, folytatjuk is tovább az a kis műsorunkat. Ebben a szellemiségben. Ringatózunk tovább, egymás karjaiban, oké is? What? Drop it on me.
ebben az ég, de a terén nem szillet a víg. Forul a föld, szakad az ég, de ha te rád nagyogsz, maradok még. Remeg a föld, remeg az ég, hogy mondjam. Nézd rám, szólj, ha majd nem érted, a lét így vagy úgy eléged. De még itt vagyok, elérnek a fény, a csillagok, remények. Nézd, nem vagyok okosgép. Miért osztanék, szaroznék? Nézd, érdezem a bolond vért, a fél életem a elnézést, hogy megzavartam önöket az önfelett örvendezésben.
Köszönjük nagyon szépen ma este az első és a legfontosabb információ, hölgyek, urak, az önök részére számára az, hogy december 14-én ez a banda, Tibi, Andy, Zsoltika meg én magunk mögé állítunk Pesten a Kongresszusi Központban egy igazi zenekart, egy szimfonikus zenekart, akik tudnak is zenélni, mi meg majd learadjuk. Még mindig Tóth Tibor. Tehát december 14-én nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit Budapesten a Kongresszusi Központban. Sőt, nem mindenkit, csak a felét. Még az is sok. Ki az, aki ott lesz? Csak azért nem hívok meg mindenkit, mert annyira pici az a hely, hogy kb. 1900 ember fér be. Úgyhogy aki ott lesz, az jelezze. És azt az arcot most lefényképezem. És aki nem lesz ott, attól csak orvosi igazolást fogok elfogadni. Tehát ki az, aki ott lesz? Aha, oké. Addig is milyen tisztelt hölgyeim és uraim, élni kizárólag csak is szabadon érdemes. Csak kaptam egy életet, meg vágyam,
szépen! Milyen tisztelt férfiak! Amennyiben még mindig lélekben jelen vagytok, meg amúgy fizikailag is, kérlek benneteket, jelezzétek ezt nekem. Minél hangosabb, én annál jobban fogom hallani. Mondjuk háromra. Egy, kettő. Ha! Tibi, téged hallok, férfiakat viszont nem. Három! Csak a férfiak, én nem hiszem el, hogy ennyien vagytok. Komolyan nem hiszem el. Tehát, uraim, még egyszer, utoljára kérlek benneteket, ha itt vagytok, figyeltek, és halljátok, hogy mi a kérésem. Kérlek benneteket, jelezzétek ezt nekem. Háromra, egy, kettő, ha! Jobb, mint a semmi. Figyeljetek, férfiak, hölgyeim, az lenne a kérésem. Tessék! Drága uraim, férfiak! Ma is van miből csipegetni. Lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük a Hooligan stábnak a munkát, nagyon nagy tapsot nekik. Amit melóznak, az nem piti. Köszönjük nagyon szépen. Milyen tisztelt hölgyek, urak! Mint már mondottam, vagy még nem, mi voltunk ma este itt a Hooligánok. Egész pontosan Tóth Tibor tapsimádó barátom. Kis Endre és Kála Kópi. Zsoltika Késmárki még mindig. Én is itt voltam, Csita. Nagyon szépen köszönjük szépen, és ma estére
Egy majd, hogy nem utolsó kérdéssel szeretnék Önökhöz fordulni. A kérdés lényege szintlán az, hogy legyen-e pezsgés. Ez egy igen vagy egy nem? Akkor legyen. Go! Tessenek beizítani a rugókat. Tudod? Yeah.
köszönjük! Mi voltunk a huligánok? Egyes, kettes, hármas, négyes. És önök, akik nem voltak halkak, hál' Istennek, de legalább ilyen hangosak, mint most. Én azt mondom, hogy legyen ez így jövőre is. Mit szóltok hozzá? Köszönjük szépen. Búcsúzóul mi más tehetnénk, elbúcsúzunk. Hazafelé csak párban. Mert egyedül csak fél emberek vagyunk. Yeah.
Még nem nőttem fel, van a szívem, hát így fogadja el is, ha néha tévútra visz majd a víz. Ez a rossz fiú, hadd szóljon, hogy nézd rám, még nem nőttem fel. Köszönjük a lehetőséget, ez egy nagyon kellemes éjszaka volt részemről. Köszönjük. Holnapig!